Na hát, sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Szombat reggel van, és itt vagyok Bihar Nagy Bajom nevű településen. És mint ahogy a település nevű is elárulja, egy elég komoly baj van, ami miatt ide hívtak engem. Egy fürdőszobában van egy ázás, egy csőtörés valószínűleg. Ezt fogom megnézni, orvosolni, illetve hát igazából most ideiglenesen megoldani úgy, hogy használható legyen a későbbiekben is a fürdőszoba. Állítólag ez az ázás már legalább egy másfél éve van, viszont most tartották ezt fontosnak, hogy javítható legyen. Szóval ugorjunk neki, esünk neki, induljon a munkanapló. Na, itt vagyunk a fürdőkertnál, és akkor ez az a csap, amit meg kell először is nézni, hogy mi a helyzet. Hát a meleg vizet azon a ponton, meg ezen a ponton külön ki lehet szakaszolni, viszont a hideg vizet nem, tehát ahhoz az egész házat el kell zárni az aknánál. Na, elkezdtem a bontást, itt ezen a ponton eléggé nyersnek tűnik a vakolat, bár ahogy elnézem, ez a vályog téga lesz, és itt egy kisikét nyers, de ahogy a kinti részen az ablak alatt volt, tehát ebbe az irányba nekünk még ezt végig kell szedni, hogy megnézzük, hogy mi legyen a probléma. Úgy látom, hogy vascső, ugye szigetelés nélkül, és gyanítom, hogy a hideg víz lesz, mert itt rozsdás még a cső is elég szépen. Na, akkor bontsunk tovább. Na, szóval ki lett bontva a csap, és ugye szépen végigmentem ezen a csövön. Itt nem találtam gondot, itt viszont van egy kis nyers sülés, és most megmutatnám a csőszerelés magas iskoláját, amikor kápia csővel van a falba csövözve. Hála Istennek nincs komoly gond, csak az egyik hollandnál csöpök. Na, és akkor mutatom, hogy ez a csatlakozó folyik. Tehát ezt erre még rá kell majd húzni, és elméletileg jó lesz. Na, így van, ahogy mondtam. Lehet, hogy egyébként nincs teljesen beledugva a kápia cső ide, tehát ezt itt mindenképpen orvosolni fogjuk. Most akkor elzárjuk a vizet, és akkor szétszedem a csatlakozót, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Na, a víz el lett zárva, most már, mint látjátok, nem folyik, és akkor ezt a hollandert kinyitom, mert valami mégsem tetszik nekem, most vagy nem, nincs a helyén, vagy lehet, hogy rövid a cső, és nem ért be teljesen a gumigyűrűig, vagy a gumigyűrű rossz, tehát ezt így mindenképpen szétszedem, és megnézem, hogy mi lehet a probléma vele. Nos, a KPL csatlakozót szépen szétoldottam, és amennyire látszik, ugye a bevágás az megvolt, tehát össze volt ez húzva rendesen, viszont nagyon úgy nézem, hogy nincsen bent a cső megfelelően a helyén, tehát akkor ezt most innen kihúzom. Na, és akkor mutatom, egy alapjába vett szerelési hiba, nincsen lesorjázva vége, és hát látjátok, még a fűrészlappal történt elvágás után, ugye, ott maradtak ilyen apró sorják, most így jól látszik. Ez a sorja, pedig kicsit begyűlt a gumigyűrűt, ami itt van, és hát valószínűleg, hogy ez okozta a problémát ez az egészen, mondjuk nincs rossz állapotban a gumigyűrű, de szerintem ezt mindenképpen érdemes lesz egy újra kicserélni, szóval hozok egy új KPL csatlakozót, és akkor annak a KPL csatlakozónak a záró részét ugye beépítem majd ide. Jó van, a tél az nincs eltörve, és akkor a csővel sincs túl sok gond, de lehet egyébként, hogy még azt is megcsinálom, hogy egy KPE toldót még be fogok építeni. Ez úgyis csak ideiglenes, mert ezt a fürdőszobát hamarosan szét fogjuk verni. Viszont ezt a problémát most mindenképpen ezzel orvosolni lehet. Illetve mutatnám még itt a KPE hollanderen, hogy itt egy kis fogózásnak a nyoma van, és innen folyt a víz, tehát ezt a idomot is, illetve ezt a záró hollandert is mindenképpen cserélni fogom, mert szerintem ez is elég komoly probléma forrás. Na, akkor 45 fokba szépen letöltem a csővégét, és itt lesz az új vadi új gumitömítés, amit be fogok építeni, és utána szépen koncentrikusan, ahogy kell, bele fogom rakni a csövet a csatlakozóba, aztán visszanyitjuk a vizet. Na, és akkor a
víz visszanyitva, itt pedig nincsen semmilyen nedvesedés tulajdonképpen sehol. Na, a gumigyűrű cseréje megoldotta a problémát. Nos, hát ennyi lett volna ez a kis szombatreggeli javítás. Egészen érdekes volt ez a KP-cső, ugye a falba szerelve. Szóval én még ilyennel nem találkoztam, hát ugye persze erre mondják azt, hogy az ember mindig olyannal találkozik, ami előtte még nem, hát ez egy ilyen szituáció volt. Én tulajdonképpen csak annyit mondanék erre, hogy ilyet soha senki ne csináljon, tehát lehet, hogy költséghatékonyság szempontjából nem volt túl rossz annak idején, de egyáltalán nem érzem ezt indokoltnak, hogy ilyen csőrendszert bárki is a falba építsen. A KP-cső az arra jó, hogy a vízórától a épületen belüli első főlezárőig ugye el lehessen benne vinni a vizet, és utána ne tegyünk falba semmiféle KPR csatlakozót, pláne nem ezt a műanyagot. Tehát, hogyha mindenképpen KPR csővel dolgozunk, akkor lehet nagyon jó rézroppantós csatlakozókat kapni, szintén kulcsos, és akkor javasolnám, hogy inkább azzal dolgozzunk, de így, hogy a bojlert az lássa el, meg utána a konyhába az vigye a vizet, mint hogy láttátok ezt a téidomot, ezt is senkinek nem javaslom, nem hogy szívből még sehogy. Na jó van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett, kis érdekes kis szösszenet volt ez is, így a vízvezeték szerelés világából. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, abban az esetben, hogyha hozzászólásotok van, azt tud lent a kommenteknél megtehetitek. És aki még nem tagja a klubnak, bocs, már beszélni se tudok, az természetesen a feliratkozás gombbal beléphet a csapatba. Örülök, hogy követtek, örülök, hogy néztek a videókat, mindenkinek jó hétvégét kívánok, sziasztok!